Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszereszmű műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Diáksportolók és felkészítőik vehettek át elismeréseket a Vármegyeházán. 7000 kilométert vezet majd a Dakar Klasszikon a Mikuca-Bakó páros. Döntetlent játszott a Hajdúböszörményen a nyírbátori kézilabda csapat. Három csapatos kerekesszékes kosárlabda tornát rendeztek Nyíregyházán. Ismét megrendezték a Diáksport díjkiosztó gálát a Vármegyeházán. 20-an vettek át jó tanuló, jó sportoló elismerést, de mellett díjaztak aktív és nyugdíjba vonuló testnevelőket is. Megérdemlik ezt a helyszínt, ezek a fiatalok, a felkészítő tanárok, a családok, akik ezt az áldozatot vállalják, hogy áldoznak erre az ügyre. Persze ez sokszorosan megtérül a tanulmányi eredményeikben, az egészséges életvitelükben ezeknek a fiataloknak. Nagyon nehéz mostanában kirángatni, elcsábítani a fiatalokat a okos eszközök elől, de aki ezt megtapasztalja, ennek az örömét, belekóstol ebbe az életmódba, az biztos, hogy egész életében elkíséri, egészséges és teljes életet élhet. Ez nagyon fontos, a legfontosabb az ő ebbe a tevékenységbe, és ezzel példát mutatnak azokra is, akik nem olyan módon sportolnak, vagy nem olyan ügyesek, vagy nem annyira kitartóak, azokat is magukkal tudják aztán motiválni, magukkal tudják húzni ezek a gyerekek. Milyen évhez zár, milyen 2024-hez zár a magyar diáksport? Ha Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére koncentrálunk, akkor két jelzővel tudom ezt jellemezni. Aktív és eredményes évet zárt a megye. Épp most megnéztem az adatokat, csak nem 14 ezer nevezés volt ebben, pontosabban az elmúlt tanévben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből a diákolimpiákon. Ez azt jelenti, hogy a vármegye diáksportolói közül több mint 4500-an indultak el, összesen több mint 110 iskolából a diákolimpia valamely sportágában, valamely versenyszámában, és számos esetben országos bajnoki cím címeket, dobogós helyezéseket hozott számukra ez az év, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy büszkeséget hoztak nem csak az iskolájuknak, településüknek, hanem a megyének is. És ne felejtsük el, hogy volt egy gimnáziádé, és a nemzetközi porondon is megmutatták magukat a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyebeli versenyzők, gondolok itt ökölhívásra, úszásra, aerobikra. Ez az idei gimnaziádé, ugye ez az iskola, középiskolás korosztály nemzetközi multisport eseménye. Minden tekintetben a legek gimnaziádéja volt, a legtöbb résztvevő ország, 70 fölötti ország vett részt közel 4000 sportolóval, és a magyar delegáció is ezúttal volt a legnépesebb, 113 fővel vettünk részt, hogyha jól emlékszem. És itt is azt tudom mondani, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye büszke lehet magára, illetve a diák sportolóira, hiszen több sportágban, ahogy említette, több versenyszámban szereztek gimnáziádi aranyérmet, bajnoki címet, és hát ez már nyugodtan mondhatjuk, hogy a felnőtt szintű élsportnak az előszobája, tehát aki itt eredményesen szerepel, könnyen lehet, hogy találkozni fogunk a nevével egy-két év múlva, akár a felnőtt szintű élsport világeseményein, világbajnokságain, vagy akár olimpiai játékokon is. Ha már erről szó esett, akkor azt kérdezném, hogy az iskolákban, intézményekben megvannak azok a feltételek, tárgyi feltételek, anyagi háttér, megfelelő számú pedagógus, hogy olyan képzést kapjanak a gyerekek, amelyek belépőt jelenthetek majd a versenysport világával a legtehetségesebbeknek. Ez egy nagyon összetett kérdés, és nyilván ahány iskola, annyiféle választ lehetne erre adni. Én inkább azt onnan közelíteném meg ezt a kérdést, hogy akármilyen feltételekkel is rendelkezik egy iskola, ha a szándék megvan, és az elkötelezettség az iskola vezetésében, a fenntartókban, a testnevelőkben, illetve úgy általában véve a tanári karban arra, hogy megmozgassák a gyerekeket, akkor ennek meg lehet találni a módját, és mi azt látjuk, hogy megfelelő módszertani felkészült és megfelelő elkötelezettséggel viszonylag szerény körülmények között is lehet jó iskolai testnevelést és iskolai diáksportot csinálni. Tehát igazából minden iskola a saját körülményeihez képest kell, hogy kihozza és ki is tudja hozni a maximumot ezen a téren. Mi bizakodóak vagyunk, és természetesen azon dolgozunk, hogy támogassuk ebben a magyar iskolákat. Már hagyomány, hogy itt a Vármegyeházán évvége felé díjazzák a legjobb diáksportolókat, testnevelőket, felkészítőket. Most milyen esztendőre tekinthetünk vissza? Én úgy gondolom, hogy a 2024-es év a vármegyei diáksport szempontjából mindenféleképpen kiemelkedő volt. Ha csak arra gondolok, hogy évelején országos döntőt rendezhettünk röplabda sportágban, míg az év második felében szintén országos döntőt atlétika sportágban. Ez már önmagában egy elismerés, önmagában egy jó teljesítmény. De hogyha ehhez hozzátesszük, hogy a röplabdán
országos második helyezést ért el az egyik nyíregyházi csapat, illetve atlétikában országos aranyérmet is szereztünk, akkor ez önmagáért beszél. Ha testnevelőket nézzük, ha diákokat nézzük, mekkora az elhivatottság általuk? Nagyon örülök annak, hogy a korábbi évekhez hasonlóan nagyon aktívak a vármegyében a diák sportolók, és ez nagyban köszönhető azoknak az intézményeknek, illetve az általuk foglalkoztatott testnevelőknek, edzőknek, akik hétről hétre, napról napra foglalkoznak velük, fenntartják a lelkesedést, és esetleg átsegítik őket a mindennapi edzéseknek a fáradtságán, enerváltságán. Ha egy picit előre tekintünk, milyen rendezési tervek szerepelnek a vármegyei szövetség tervei között? Konkrétumokról még nem tudok beszámolni, de tervek vannak, országos elődöntőt, országos döntőt is szeretnénk a megyébe hozni. Pont a már említett atlétikai országos döntőn hangzott el az, hogy nagyon szeretnénk, hogyha jövőre is elnyernénk a rendezési jogot. Te is az egyik díjazott vagy ezen a évvégi diásportgálán. Krúdi gimnázium testnevelőjeként milyen eredmények lehettek büszkék, mivel érdemelted ki ezt az elismerést? Talán nem is én érdemeltem ki ezt az elismerést, hanem a diákjaink, amik sportrendezvényeken részt vettek, illetve kollégáim, akik szintén segítettek ebben a munkában. Én is kísértem őket. Nagyon sok sportágban indulnak diákjaink, úszástól kezdve atlétika, kosárlabda, A kategória, B kategória, még a frisbee, diákolimpián is harmadikok lettek diákjaink. Ezen kívül tájfutásban országos bajnokaink vannak, illetve tenisz országos bajnokaink vannak, és számtalan más helyezést értek el diákjaink. Mi a tapasztalat a mostani fiatalok, a diákokat? Mennyire könnyű vagy nehéz rávenni arra, hogy sportoljanak, hiszen rengeteg olyan dolog van, ami elvonja esetleg a sportolőket? Természetesen a kihívás az nagy, de azért azt kell mondanom, hogy a diákok egy része mindenféleképpen szeret mozogni, szeret rendszeresen mozogni, keresik az élményeket és keresik a kihívásokat. Reméljük, hogy egyre többen fognak még azért sportolni, bár tudjuk azt, hogy a korosztálya mindenkinek egy kicsikét már a informatika felé fordul. 14 napot tölt január elején Szaúd-Arábiában a Mikuca Bakó páros. A csapat ez idő alatt 7000 kilométer teljesít majd a Dakar Klasszikon. A Dakar Rally mellett egyre népszerűbb annak 5 évvel ezelőtt bevezetett kis testvére a klasszik kategória. Ugyanazon az útvonalon megyünk, ugyanazzal a nehézséggel, ugyanúgy a nagy nevekkel vagyunk egy táborhelyen, de a költségvetés egy elérhető áron van. Ez Andrással nekünk egy régi vágyunk volt, de akkor még ugye, amikor a klasszik nem volt, akkor az anyagi kérdés volt a úgymond megugorhatatlan, mert ha nincs egy nagy autógyár vagy egy autó márka mögötted, akkor szinte lehetetlen ezt a költségvetést nagy szponzorok nélkül kifizetni. Az ezen való részvétel egyik kritériuma, hogy csak olyan autóval lehet rajthoz állni, amit 2000 előtt gyártottak, és már részt vett a Dakaron. A pontosság és a navigációs képességek kiemelten fontosak ebben a csoportban. Ebben bizonyíthat majd az összeszokott nyíregyházi csapat is. A mi közös versenyzésünk most már ugye több mint 10 évvel ezelőttre tehető. Sok nagy versenyen vettünk részt. Én, mint vezető, mellettem pedig András, mint navigátor. Andrásnak annyi az előnye, hogy ő nagyon érdeklődő és nagyon érti ezeket a navigációs rendszereket, ő egy műszaki ember. Többek között jól szerepeltünk Mexikóban egy 4000 mérföldes terepjárós versenyen, többször részt vettünk a Budapest-Bamakón. A Budapest-Bamakón teljesítettük ezeket a nagy szakaszokat, ami ugye Budapest Sierra Leone-ig tartott. Volt, amikor side-by-side-al teljesítettük, ugyanúgy ő navigátorként ült mellettem, ugye erről a homokfutóról beszélünk, négykerekű homokfutóról, teljesítettük terepjáróval is. Tehát az is ugye több, mint kéthetes versenyek, természetesen teljesen más, mint amin most részt veszünk. Mi kategóriánban több, mint 80 jármű indul, a komplet Dakaron pedig körülbelül 800 szereplő van, több, mint 50 országból. A 14 napos hajszán 7000 kilométert megy majd a csapat, ebből körülbelül 4000 kilométer valós versenytáv, szinte végig sivatagi részekkel. A telep annyiban lesz újdonság számunkra, hogy dűnét, homoksivatagot, kősivatagot láttunk már több helyen is a világon, de ezek a hatalmas szaudi dűnék, amiket néztünk a videókon, ezek nekünk is újdonság lesz. Erre igazából felkészülni előre nem tudunk. Amit
a tapasztalatok alapján szerzünk, majd ott meglátjuk, hogy tudjuk kamatoztatni ezeken a telepeken. Ez nem csak a pilótának és navigátorának lesz nagy feladat, hanem a technikának is. Ehhez pedig egy speciális autót választottak. Ez egy Mitsubishi Pajero esett a választásunk, ami azért egy nagyon ikonikus autó ebbe a műfajban, mert ez az egyetlen a jármű a Dakar történetében, ami 12 győzelmet tud eddig maga mögött. A sajátosság ennek az, hogy ez ide termett ez az autó. Tehát visszavisszük abba az eredeti közegébe, amire őt szánták a tervezői építői. Ez egy közel 30 éves kocsival fogunk indulni, amit a mi szerelő csapatunk, Hamza Patik közeműködésével teljesen újjáépítettek, mint motorikusan, mint váltó, mint futómű, tehát egy vadonatúj kocsival indulunk, egy 30 éves köntösbe. A kocsinak elég komoly előírásoknak kellett megfelelni, hát itt megkaptak azt, hogy milyen bukókeretet, milyen csövek, milyen ülések, egy komoly, több tíz oldalas szabálykönyvnek kellett a járműnek megfelelni. Egy jó része ránk vonatkozik, mint a pilótára, mint rá, mint navigátorra, hogy milyen biztonsági felszereléseket kell nekünk viselni, mind a bukósisak, mind a tűzálló ruházat, cipőkesztyű és nyakvédő. Fizikálisan muszáj az embernek kezdésben lenni, mert aki ugye nem felkészült, az könnyen hibázhat, ha hibázik, akkor pedig könnyen itt olyan események történnek, amik azonnal benyújtják a számlát, akár baleset, akár olyan eltévedések, amiből nehéz kikeveredni, tehát fitnek kell lenni fizikálisan, mentálisak pedig. Nekünk annyi az előnyünk, hogy közel 10 év tapasztalatra egymás mellett, amit eltöltöttünk sok 10 000 kilométert versenykörülmények között, úgyhogy nekünk ezzel úgy gondolom, hogy nagy problémánk nem lesz. Pilóta és navigátora december 29-én utazik Szaúd-Arábiába, 2025. január 3-án Bisában pedig kezdetét veszi a kéthetes, mentálisan és fizikálisan is megterhelő hajsza. És 4-én rajtolunk el az első hosszabb etapra, ami 400 km körülbelül. 17-én ér véget a verseny, tehát 14 versenynapunk van, közben van egy szünet pont a felén, tehát egy pihenőnapot engedélyeznek, de előtte olyan maraton etapokat kell magunk mögött tudjuk, hogy napi 7-800 km-es etapok, meg van egy 48-as krónó, amikor nincsen szerviz támogatásunk este, hanem kint kell a sivatagba aludjunk a saját ételeinkkel és hálózsákunkban, amit viszünk magunkkal a kocsiba. Tehát ez egy picit megnehezíti. 17-e vége, 18-án elvileg vissza kell juttassuk az autót a kiindulósi helyre Bisába, és utána mi jöhetünk hazafelé, tehát reméljük valamilyen eredménye. Döntetlent játszott az NB2 9. fordulójában a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Réki Tamás együttese Hajdúszoboszlót fogadta, és a mérkőzés 26-26-tal zárult. A Hajdúszoboszló 100%-os mérleggel, 8 győzelemmel érkezett az eddig egy siker számláló nyírbátorhoz. Az első fél időben egyik csapat sem tudott ellépni a másiktól, gólra gól következett, 30 perc játék után a vendégek vezettek 13-12-re. A második fél időben sem változott a játék képe, fej-fej mellett haladtak a csapatok. Az utolsó percben mindkét együttes előtt felcsillant a győzelem lehetősége. Felföldi Róbert azonban kivédte Dobi hetesét, a másik oldalon pedig Weibli Zoltán lövése elkerülte a hajdúszoboszlói kaput, így 26-26-os döntetlennel zárult a találkozó. Én úgy gondolom, pont most jöttem ki a fiútól, hogy egyik szemem sír, vagy nevet, nem sír egyáltalán. Büszke vagyok a srácokra, azért ez egy komoly játékerőt képviselő csapat volt. Igaz, hogy már harmadik hete ilyen nagyon szokon múlnak a pontszerzéseink, már Balmazújvároson is így történt, 5 másodperccel végelőtt kaptunk gólt, Hajdunáláson 4 másodperccel végelőtt hagytuk ki az icert. Most ez, hogy Robi, igen, hetes védett, mi meg kijöttük, tehát akkor úgy gondolom, hogy igazságos a döntetlen. Volt olyan periódus, amikor úgy érezted, hogy egy picit el lehet lépni, de talán 2 gól volt a legtöbb közte, és meg lehet nyerni ezt a meccset. Igen, úgy gondolom második fél időt, az 50 perc körül volt egy ilyen periódus a mérkőzés, és sajnos akkor egyéni hibák voltak, sajnos nagy hibák, ugye nem is az ígyszerekről, hanem rossz bejátszási kísérlet, lépésiba. Ez benne van a játékban, tehát mindenki hibázott, nem okolok senkit a pontvesztés, hát inkább szereztünk egy pontot, tehát megérdemeltük. Ez benne van, tehát ez benne van. Nyilván ez felerősödik, ezek a szituációk mindig az utolsó, hogy kihagytuk az ígyszert, igen, de előtte volt még 15 körülbelül, hogy jól számoltam. Most az mindenki erre emlékszik, de fiatal játékosról van szó, meg kell tanulni neki, legközelebb jobb megoldást választ.
jó esélyes, őszinte biztosan az alsóháza folytatja majd a Nyírbátor, ahova ezt a pontot nem viszítek magatokkal, viszont mit jelent ez a folytatás szempontjából? Hát én úgy gondolom, ezt a két mérkőzést lehet egy picit megmosolyogtató, de ezt a hazai Szoboszlai és a Szike elleni jövetű mérkőzést, én úgy beszéltük a fiúkkal, hogy 4 pontot szerezünk, lehet egyik esélyünk semmit, de nem amiatt, hanem az önbizalom miatt, és megmutatni azt magunknak, meg a közönségünknek is, hogy ez a sok apró vereség az nem az múlik, mert nem, nincs szerencsénk, egyszerűen van ilyen, nem for, de úgy gondolom át fog fordulni, és azért szeretnénk jövő héten is úgy belállni a meccsbe, hogy győzünk, hogy visszük a pontot a rájátszásba, ha nem, mert viszont a tavasszal a mérkőzések vannak, a fennmaradó 4 mérkőzésünk, ahol viszont a pontot szerzünk, azt mindet visszük, úgyhogy egy ilyen önbizalom építőnek szántuk ezt a két meccset. Ez jó alap volt, jövő héten szeretnénk egyel több pontot szerezni. Milyen hangulatú meccsre lehet számítani, hiszen azért több olyan játékos lép majd itt pályára, ki évekig nyírbátori színekben játszott, most pedig nyíregyháziként érkeznek. Hát én úgy gondolom, hogy sportemberek vagyunk, biztos van, akinek többet jelent ez, valakinek kevesebbet, érzelmileg hogy élik meg, biztos, hogy tisztelik egymást a játékosok, nyilván volt csapattársak, arra 60 percre el kellett szelejteni, utána nyilván megiszünk egy üdítőt a meccs végén, és ugyanúgy kezet fogunk, és ugyanúgy barátok maradunk, tehát úgy gondolom, hogy ez semmit nem befolyásol, manapság már szinte nagyon kevés van játékos talán, akkor gyakorlatilag mindig egy csapatban játszik, tehát ez nem kellene, hogy túlfűtöttséget okozzon, nem kellene, hogy olyan indulatokat váltson ki esetleg, ami negatív irányba, egy jó hangulatú mérkőzést szeretnénk játszani. 100%-os mérleggel érkezhetek Nyírbátorba. 1 pontot itt hagytatok, de talán lehet azt mondani, egy kép alapján nem érdemtelenül szerezte meg a hazai csapat az 1 pontot. Természetesen nagyon gratulálok a hazai csapatnak. Én azt gondolom, hogy nyilván ugye, aki csak a tabellára néz, az azt gondolja, hogy ez egy sima vendéggyőzelem. Viszont aki egy kicsit belelát, az tudja nagyon jól, hogy nem érdemtelen, vagy szerintem érdemtelen az a jelenlegi helyzetük. Rengeteg egygólos vereségük volt. Most is a kezünkben volt igazából, hogy ugyanez a szerencsétlen széria nekik megismétlődjön. Mi hetest hibáztunk. Én azt gondolom, hogy maximálisan elégedettek lehetünk a döntetlennel is, mert mi viszont nagyon rosszul játszottunk. Volt olyan periódus a mérkőzések, amikor úgy érezted, hogy el lehet lépni és meg lehet nyerni a meccset? Igen, készültünk arra igazából. Én azt gondolom, hogy az egész heti edzés munkánk az arról szólt, hogy a rutinos játékosaink, a fiatalokkal kiegészülve a én véleményem szerint rosszabb állapotban lévő ellenfelet fel tudja őrölni, de hát abban nem férnek bele olyan jellegű hibák, amik most megtörténtek. 8-ból 8-at nyerni az első 8 meccsen, az mindenképpen bravúros teljesítmény, továbbra is veretlenek vagytok. Mi lehet a cél az alapszakasz végére ezek után? Ugye, ahogy megfogalmaztuk, mindenképpen felsőházban szeretnénk lenni, nagyon szeretnénk minél több pontot vinni magunkkal, természetesen ugye a felsőházba készülőknél ez mindenképpen elvárás lehet. Egy mérkőzésünk van hátra most még ebben az évben, ugye a Debrecen jön hozzánk majd jövő héten vasárnap, arra is megfelelően készülünk, bízok benne, hogy sikerrel hozzuk azt a 2 pontot el. Új elnökséggel vágott neki a jeges szezonnak a Szabolcsi Sport Egyesület. A szabolcsi sólymok gyakorlatilag minden hétvégén pályára lépnek valamilyen tornán. Mindenféleképpen azt szerettük volna, hogy a tagi létszámunkat elkezdjük alacsonyabb korosztályokban megemelni. Óriási hangsúlyt fektetünk a toborzásra. Van egy edzőnk, aki hétköznap délelőttönként az iskolákat járja, és ott próbálunk tornaórákon gyerekeket toborozni. Azt gondolom, hogy egész sikeres ez a program, eddig több mint 20 új gyereket sikerült behozni az egyesületbe. Nem régi az egyesület, viszont a jégkorong egy nagyon népszerű sport Magyarországon is. A szülők választják a sportágat, vagy a gyerekek akarnak jönni purizni, majd jégkorongozni. Hát nyilván mindenképp a szülő dönti el, hogy el fogja hozni a gyerekét, de én azt gondolom, hogy a gyereket sikerül élményszerűen megszólítanunk, akkor a szülő úgyis azt fogja tenni, amit a gyerekek ér tőle. Mind a két embertől áldozat, a gyerektől is, illetve a szülőtől is, hogy ide járjanak. Ugye nem egyszerű, mert nem egy olcsó sportról beszélünk, nyilván a támogatásoknak köszönhetően azért a régi rendszerhez képest sokkal pénztárcabarátabb. Ugye itt a nyitott jégpálya miatt csak 4 hónapot tudunk Nyíregyházán jégen lenni, de sikerült egy megállapodást kötnünk a zempléni hiúzokkal, a sátorral, jó helyekkel, hogy egész nyáron járhatunk edzőtáborra, illetve hetente 2-szer mehettünk fel jégre. Hány gyerek jégkorongozik jelenleg nálatok, és hány edző foglalkozik velük? Jelenleg körülbelül most már 80-90 gyerekünk van, reméljük, hogy ez szezon végére a 105 meg fogja haladni, illetve van 4 állandó edzőnk, és további szakmai programokkal próbáljuk színesíteni a gyerekeknek a fejlődési lehetőségét. Ami már egészen biztos, és beszélhetünk róla, Kercsó Árpád Magyarország egyik legsikeresebb jégkorong edzője. Hétfőtől itt fog egy hétig edzést tartani a gyerekeknek, és ameddig jég van Nyíregyházán, minden hónapban egy hétre ellátogat
hogy segítse a szakmai munkán. Milyen korosztályban, milyen formában versenyeznek a csapatok? U8, U10-ben, ugye ahogy láthatjuk kispályán, U12-ben és U14-ben 3x3, ugye az nem a teljes szabvány nagypálya, U16-ban pedig a teljes nagypályás hoki megy, úgyhogy sikerült egészen az U16-os korosztályig minden csapatunkat elindítani, ami azt gondolom, hogy nagy szó, mert talán ilyen nem volt még. Elindultak már a tornák, milyen hazai rendezési tornákon vagytok már túl, és melyek vannak távlatilag előttetek? U8-as torna, ez az első hazai rendezés, az idei szezonban. Tegnapi napon U10-es tornát játszottak, a U10-es tornát rendeztünk, illetve ugye mi, hogy folyamatosan megy a többi korosztálynak a bajnokság, így szinte minden hétvégére jut meccs a nyíregyházi jégpályára. Látjuk, hogy nagyon sok szurkoló, gondolom szülő van itt kint, jó a hangulat, mindig így van? Igen, nagy hangsúlyt fektetünk a szülők közti csapatépítésre, úgyhogy mindig meg szoktuk kérni, de már lassan ez mindenkinek jön magától, hogy más korosztályok mérkőzésre is járnak azok a szülők, akiknek mondjuk a gyerekei nem játszanak. Most is vannak itt nagyobb korosztályból szülők szurkolni a gyerekeknek. Kerekesszékes kosárlabdatornát rendeztek Nyíregyházán. A házigazda NKK, a pécsi és a diógyőri csapatot látta vendégül. 2021 óta van a Nyíregyházi Kosárlabda Klubnak kerekesszékes kosárlabda csapata, és sajnos azóta eddig még Nyíregyházán nem tudtuk bemutatkozni, nem tudtuk megmutatni, hogy milyen is a kerekesszékes kosárlabda, és kapóra jött az, hogy a Magyar Paralimpia Bizottság a többi sportprogram keretében pályázatot hirdetett arra, hogy ilyen szabadidős sport eseményt mozgássérültek sportjával összekapcsolva rendezhessenek azok a sportszervezetek, akik erre pályáznak. Így kaptuk mi is az ötletet, pályáztunk, nyertünk, és most első alkalommal megrendezik a Start Non-Profit Kft. Segítségével a Start Kerekesszékes Kosárlabda Torna szabadidős sport eseményt itt Nyíregyházán, és itt most ezen élőben is bemutatkozik a nyíregyházi kerekesszékes kosárlabda csapat. Onnan érkeztek az ellenfelek, és könnyű volt-e partnereket találni? Nem könnyű az helyzet, mert a Magyar Kerekesszékes Bajnokságban 5 csapat vesz részt összesen, tehát a Nyíregyházi Kosárlabda Klubon kívül mezőnyből itt van még a DVTK, és Pécsről a PT, a Peac Rolling Basket csapata. Ezen kívül Magyarországon még a törekvésesének, mint a kerekesszékes kosárlabda megalapítójának van kosárlabda csapata, és a Sopronban többszörös magyar bajnok Soproni Tigrisek. Eredetileg nem a pécsieket hívtuk volna, Nagyváradon is van egy a román bajnokságban résztvevő kerekesszékes kosárlabda csapat, de sajnos 2-3 héttel ezelőtt lemondták a tornán való részvételt, így a pécsi csapat nagyon sportszerűen vállalta azt, hogy eljönne nem túl közeli Nyíregyházára, hozzájuk képest és részt vesz ezen a tornán, és megadja egy lehetőséget arra, hogy bemutatkozzunk itthon is. Említetted, hogy nem olyan hosszú múltra tekintett vissza a kerekesszékes kosárlabda szakosztály. Milyen a csapat fejlődési íve? A csapat fejlődési íve megindult, íve van. Az 5 csapatos bajnokságból tavaly már negyedikek lettünk, ami nagyon nagy dolog, mert csak egy példát mondjuk, a pécsiek, amikor elkezdték a sportágat, 3 évig nem nyertek mérkőzést. Nekünk is ez igazából 3 év után sikerült, és az első 2 szezonban, ha ötödikek lettünk, vagyis utolsók, de tavaly sikerült a legjobb 4 közé jutnunk, megelőztük a pécsieket. Honnan tudtok játékosokat toborozni? Nagyon nehéz a toborzás, mert bár elég sok mozgássérültet lehet látni, sajnos, hozzáteszem, de nem mindenki vállalja azt az aktív sportos életet, amit ez a kihívás kíván, mert ez egy kihívás. Hát azt tudni kell, hogy a pálya nagysága ugyanakkora, mint az épp kosárlabda, azok esetében a Gyuri ugyanúgy 305 centin van, a 3 pontos vonal 675 centin. Minden szabály ugyanaz, mint az épek kosárlabdában, sőt még lépéshiba is van. 2 lehet hajtani a kerékkel, és utána meg kell ütni, különben lépéshiba. A játékvezetet, minden ugyanaz, játékidő teljes mértékben megegyezik, és azt belegondol az ember, hogy ezt egy kerekes székben kell rádobni a labdát, gyakorlatilag a talajtól mondjuk 1 méterre, 305 centis gyűrűbe, azt el lehet képzelni, hogy milyen nehéz lehet. Tehát nagyon nagy kondicionális állóképesség kell ahhoz, hogy valaki kerekesszékes kosárlabdázó legyen. Éppen ezért nem tolonganak, de hála Istennek Nyíregyházán már az elejétől kezdve a mozgássérültek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének és a Nyíregyházi Jós András kórháznak a segítségével találtunk olyanokat, akik akarnak kerekesszékes kosárlabdázni. És említsük meg, hogy egy válogatott játékossal is büszkélkedhettek. Igen, bizony, sőt, igazából 2, hiszen a első évben már Tompa Misit behívták, a bővebb keretbe volt is válogatott mérkőzésen. A csapatunk egyik alapító tagja, a Startnál dolgozik,
de utána neki sajnos lett egy súlyos betegsége, amiből tavaly épült fel, de közben hozzánk igazolt Bodaferi, aki egyébként idevaló a megyébe, és ő nemhogy a válogatott kerettagja, hanem még a kezdőcsapatnak is néha tagja szokott lenni, annak ellenére, hogy még csak 18 éves. Ennek a tornának van egy betétprogram, egy érzékenyítő program, ez mit akart és miért fontos? Hát azért is hirdettük meg ezt a rendezvényt, benne is van a nevében, hogy szabadidősport esemény, hogy a nyíregyházi mozgássérülteknek kedvet adjunk ahhoz, hogy sportoljanak, még ha csak úgy is, hogy kipróbálják a kerekesszékes kosárlabdát, és egy kis szalonpályán vagy egy kis tanulópályán próbáljanak vele dolgozni. Lássák azt, hogy milyen nehéz. Tehát ezt minden, a mérkőzés minden nagy szünetében megpróbáljuk ezt majd velük megszeretetni, bemutatni nekük. Hát ha más nem, szurkolóként átérzik azt, hogy milyen nehéz ez a kerekesszékes kosárlabdázás. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra!